Hello mindenkinek, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és így megy itt egy következő videó! Várjátok, ez nem volt elég jó. Na, szóval, 3, 2, 1, sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és így megy itt egy következő videóban, és most nem... Na, mindegy, nem. Nem erőltetem inkább. Na, sziasztok, srácok, én Dani vagyok. Nem, ez most annyira szomorú. Valamit csináljátok velem. Muszáj. Mókásnak lennem, nem az, hogy mókásnak lennem. Nem tudom, hogy ezt, hogy mondjam. Ez a világ legrosszabb beköszönése volt. Jézus úristen, mindegy. Sziasztok srácok, Dani vagyok, hello. Tudjátok, hogy mi a dolgotok, ha PG-13-es terméket akartok, leírás legfelső sora. Ha tetszik a videó, ugye, akkor majd mind ugye lájkoljatok, meg ilyesmi. És hogyha akartok még sok videót, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és a többi csatornámra is, amik ott vannak a leírásban. Jaj. Na, szóval, nagyobb ligyennyi, nagy nehezen beköszöntem. Ugye itt tart velem szokásan Kis a videókban. Szia, Kis, csá! Na! Szóval, most, hogy beköszöntem, akkor várjatok, kaját kiveszem a ládából. Ez víz, ez kaja. Királyság, jó. Na, szia Dani, hello. Csácsá, rendőr, bemehetek? Gyere! Hello, szia! Találkoztunk már? Vagy nem tudom, nem annyira emlékszel rám? Hát nem nagyon, eléggé sok rendőrrel találkoztam már, és hát tudod, mindannyian kb. Ugyanúgy néztek ki majdnem, hogy csak. És ugyanúgy az nevető rendőr, szóval nem tudom. De... mindegy, kérsz egy pohár vizet? Vagy egy üveg vizet? Hát sajnálom, mindegy, elvileg haverok vagyunk. Ja, hát, hello haverom. Bocsi, de csak tényleg így rendőrnévből, mi a neved? Mi az igazi neved? A rendőrön kívül. Ha szabad tudnom, vagy nem tudom, amúgy kapsz kaját is, hogyha kérsz, vagy akarsz. Józsi! Ah, Józsi a rendőr, úgy már emlékszem rád! Egyáltalán nem, de mindegy. Na, igen, emlékszem rád, szia Józsi. Na, mondjad, mit szeretnél, közben kis te is, akkor megkapod a reggelidet. Meg ilyeneket, meg akkor lenne egy kis nagy baj. Mondjad, nyugodtan, gyere kis, így el egy kis vizecskét, mindegy, majd megiszod. Mondjad nyugodtan, csupa fül vagyok, meg minden. Oktalanul kirúgtak. Kirúgtak? LOL! Akkor mi van még rajtad amúgy a rendőr szett, vagy valami? Na mindegy, nem baj, lehet, hogy becsortad, vagy elloptad, nem tudom. Nyugodtan irkálj, én nem kellett leadnom emlék. Ó, az király. És miben kérd a támogatásomat, vagy segítségemet? Amúgy addig iszok, srácok, bocsi. De nem csináltam semmit, aha. Hát ez elég nagy baj. Figyelj! Nem kérd a vizet, kis, na mindegy. És meg se hallgatnak, aha. Hát jó, oké, hol van ez a rendőr cucc? Akkor bemegyek beszélgetni a főnököddel, vagy nem tudom. Hogyha ennyire azt akarod, igazából nyugi, megbeszélem vele a dolgokat. Ott van bent, ó, police. Ez mikor jött ide? Ezt nem is láttam, hogy van itt egy ilyen. Az komoly. Még mikor költöztettétek ide ezt a rendőrséget? Még észre se vettem így, amióta itt vagyok a faluban. Ami érdekes, pedig elég. Mindegy, jó, oké. Százados, itt van, oké. Hello, szia százados, vagyis jó napot rendőr úr, kapitány, vagy nem tudom, hogy hívják. Százados, de mindegy, ja, igen. Na, jó napot kívánok, jó napot, miben segíthetek? Kérem szépen, abba kéne segítenie, hogy a rendőr barátomat eléggé oktalanul kirúgták, és vissza kéne jönnie, mert szegénynek ez a mindene. Menjen ki van rúgva. Ja, amúgy menjél ki! Mindegy, várj meg a házamban, majd jövök. Mindegy, a lényeg, hogy elvileg oktalanul rúgták ki, igazából nem hallgattam meg, hogy miért lett kirúgva. Szeretné akkor rendőr lenni? Mi van? Nem. Én csak a barátom miatt jöttem ide, mert remek. Mi van? Nem, a barátom miatt jöttem igazából ide, mert hogy őt kirúgták, és tudja, elvileg oktalan volt, vagy nem tudom mi igazából, aztán most hozzám jött sírni, és szeretné neki segíteni, vagy valami. Itt a ruha. Milyen ruha? Milyen ruháról beszél, vagy mi van? Halló? Most ezt így miért? És miért gyémánt fel van véve? Vissza, hogy fel van véve? Elnézést, én nem jelentkezni akartam, én csak egy barátom miatt jöttem be, de maga rendőr mostantól. Mi van? Miért lettem rendőr? De mi van? Na jó, százdoskám, figyeljen már.
Én csak azért jöttem ide, hogy a barátomnak segítsek, vagy egy haveromnak, vagy nem tudom miért, és most mi van? Miért lettem csak úgy rendőr? Menjen be a mögöttem lévő irodába. Mögöttem lévő? Én mögötted lévő? Nem inkább előtted lévő? Te aztán, én nem tudom, lehet, hogy sokat iszol néha. LOL. Hello, katonák. Úristen, itt mindenki lány. Mindenki ugyanúgy néz ki. Hello, szia. És most mit kell csinálnom? Itt nézem a falat, vagy... Na jó, kiégek. Kiégek, csóró barátomat egyből kirúgták, és engem meg csak így bejöttem, azt felvettek. 5 óra múlva érkezik a tanár. Mi szó 5 óra múlva? Na jó, hagyjatok békén. Uram, hallottam valami bankrablásról, mennem kell, megállítanom. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, ott lesz az elnök úr is, ő mondta, hogy jöjjek. Oké, százados úr, megyek, tudja, fontos dolog, nem baj. Ó, ez a beszéd menjen rendben. Ez de buta, na jó van. Hello, várjál, jövök. Szia, hello, rendőrbarát. Figyelj, van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem. Kezdjem a jóval, vagy a rosszal? Szia, jól ment? Melyikkel kezdjem? Nyugodtan válasz igazából. Jó, hát a jó hír az, hogy rendőr lettem. De a rossz az, hogy téged nem vettek fel. Figyelj, nem tudom, bementem, elkezdtem neki beszélgetni arról, hogy érted, hogy téged vegyen vissza, meg ilyenek, és random odaadta nekem a rendőr felszerelést, hogy rendőr vagyok. Nagyon kiégek, de szerintem úgy helyetted vettek fel, ami eléggé gáz. Azt hittem, egy igazi barát vagy. De hát nem tudtam mit csinálni, én mondtam neki, hogy nem akarok. Ne, rendőr, ne, szomorkodj, és Józsi, ne szomorkodj. Figyelj, persze, de mondom, odaadta nekem, furrandom, odaadta ezt az egész rendőr felszerelést. Legalább adottam ugye egy gyémáncet, ez király. Nem tudom, miért, de tényleg semmit nem kért, még csak igazolvány, csak úgy bementem, azt adott egy rendőr felszerelést. Mindig erre készültél, volt be. Én nem akarok rendőr lenni, én tökre meg vagyok kissel. Hagyjál már, nem is akarok, figyelj, megtartatott feledem a rendőr felszerelésedet. Nekem fur nem kell, nem is érdekel a rendőrlét. Majd nem tudom, leszeltel, vagy nem tudom. Gyere, Istenem, menj oda akkor te! Várjál, jaj, kis, meg fog most nem támad meg, jó. Na, Józsi barátom, figyelj, menjél be, jó? Beszélj meg vele, nem tudom, csak meg fog hallgatni, csak van annyira kedves szerintem, hogy meghallgasson téged, meg ilyenek, vagy valami. Nem, hagyjál békén picit. Ó, Istenem. Miért én vagyok a hibás? Miért én vagyok a hibás? Tényleg kiégek. Nagyon nem érdekel, beszélgetek akkor megint a nagyfőnökkel, vagy a századossal. Halló, százados úr, felmondok, cső! Nem akarok, ja, amúgy ezt kérem, nem, ezt megtartom. De nem akarok rendőr lenni alapból, amúgy, nem is akartam végig az lenni. Figyeljen, daj, Istenem, váljon, jövök mindjárt. Józsi, gyere! Józsi, letartóztatom, hagyjál már békén te is. Le akar engem tartóztatni. Gyere, figyelj, beszélni akar veled a százados úr. Na, jó napot, uram! Igazából átadom neki, figyeljen, nézze, átadom neki, ő akar rendőr lenni. Ő teljesen rendőr akar lenni. Látja, itt van a pisztoly, meg mit tudom én mi, minden ott van. Nem lehetséges, Istenem, beszéljék már meg, ne én kelljek ehhez. Légy szíves. Na, ne. Mi az, adott neki valami CD-t. Nézze meg. Oké, adott neki valami CD-t, ez biztos jót jelent, vagy nem tudom. Amúgy nem azért, de azt a gyémáncettet. Itt a bizonyíték, maga nem normális. Aha, értem, szóval nem tudom, hogy mi történt. Miért rúgtak téged ki? Mert nem figyeltem, vagy elfelejtettem. Vagy valami más hibája miatt, vagy nem tudom mi. Nem nézem meg. Ja, Istenem, most komolyan most ez... Aj, húristen. Esküszöm, úgy vitáztak, mint a lányok, hogy nézd meg, nem nézem meg. Ja, amúgy tényleg most nem akarok semmilyen lányt megbántani, de nézzé, akkor halljon meg. Jaj, ne fuss már el! Hallod? Istenem! Kiégek, nézd már meg azt a lemezt! Ne engem szenvedtessetek már a kettőtök vitája miatt! Légy szíves, nézd meg azt a lemezt! Itt van a lemez, nézd meg! Tessék, nézd meg! Nem érdekel, de érdekel! Hallod? Kinyírlak, százados! Na, nézd meg szépen! Nézd meg, itt a lemez! Oda dobtam szépen, nézd meg! Azonnal, te meg, Józsi, gyere vissza! És le van tartóztatva, jaj, maradj már magadnak! Na, Józsi! Istenem, nagyon-nagyon utálom ezt, most komolyan? És megint az én házamba ment vissza? Hol van? Józsi! Istenem, kiégek! Jaj, de jó! Istenem, miért kell ezt játszani velem? Halló, százados, megnézted a lemezt? Megnézted a lemezt? Légy szíves, nézz már meg! Nem, haj! Na jó, tudjad, itt van. Hogy kerültél te ide?
Dol, ne, rendőr, Józsi, ne legyél buta, ne lőd le, ne, nem ez a megoldás. Most amúgy annyira buta voltam, hogy pisztolyt adtam neki, na mindegy. Józsi, figyelj, nem kell ennyire elhamarkodottan izé, enyém a munka. Nem tudom. Szép volt. Hátrafej lepült a cucc. Elég érthető? Wow. Tudjátok mit? Jó, ítézzétek el ti ketten, jó? Nem. Ítézzétek el ti ketten, én nem is látok semmit, oké? Okay? Sok sikert, Józsi meg százados úr. Hello. Mi a? De... Most komolyan felrobbantottad a rendőrséget? Józsi! Te... Uram, atyám. Halló? Ha. Mi van? Te, úram, atyám, ez beteg. Jaj, Józsi, figyelj már ide, nálad van még az a diakard, segítek téged őket megölni. Hallod, add ide a diakardot, segítek megölni a századost. Esküszöm, itt se segítettél. Mi az, hogy te se segítettél? Hol a diakard? Hova tűnt a diakard? Mi van? Na hát, hova tűnt a diakard? Miért tűnt el a diakard? Ne már! Ó, Istenem, ne szenvedtessünk már. Mit csinálsz? Józsi, mi barátok vagyunk. Hallod, amúgy nincs itt a... Hallod... halló? Hova tűnt a diakard? Miért tűnt el? Na jó, nem akkor kézzel. Ne, mit csinálsz? Aha, na jó, na ezt megbánod. Na ezt nagyon jól meg fogod bánni. Kis, öld meg. Gyerünk, kis. Ennyi. Ha, ennyi vagy. Hú, de nagyon fejleges, tehát legint szét lett robbantva a házam! Nem már! Nem érdek amúgy a rendőrség a szét lett holítva, de, vagy a szét lett rombolva, de a házam! Miért kell mindenkinek a házamat szétrombolni, ha most költöztem ebbe a faluba? Nagyszerű, megint költözhetünk el. Na jó van kis, hát mindegy, sajnálom, megint útra kell, hogy keljünk és keresni egy másik falut. Hát mindegy, srácok, ez a rendőr egy idióta volt, nem nagyon tudok mit csinálni. De hát mindegy, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, csekkoljatok le a többi csatornámat, nyomjátok meg a csengőt, és ja, ilyesmi, és ugye csekkoljatok le a termékeimet a legfelső sorba. Ennyi, köszépét voltatok, sziasztok!